Első alkalommal szerveztek disznóvágást a Connecticut államban élő magyarok, hogy bemutassák az egyik legrégebbi magyar szokást. Az eseményen több mint 70-en vettek részt, főleg New Yorkban és New Jerseyben élő magyarok, de néhány amerikai is kíváncsi volt arra, mi mindent lehet elkészíteni egy hízóból. A rendezvény, amelynek a Fairfieldi református gyülekezet adott otthont, jó alkalom volt az ismerkedésre és a barátkozásra is. A munkálatok már a nagy esemény előtti nap megkezdődtek. A disznótoros ételekhez ugyanis igazi házi kenyér dukál. Jó estét kívánok! Itt a magcsoport kenyérsütések Connecticut államban, ugyanis készülünk egy óriási akcióra, a disznóvágás következik. A lányok és asszonyok maguk dagasztották a kenyeret. A kemény munkába a férfiak is besegítettek, meg is lett az eredménye. Azt a mekkora le. Egészségetekre, gyorsan ígyunk. A feldolgozásra kész disznót Komsa Lajos, a helyi székelybálok szervezője hozta, mint egy 150 kilométeres távolságból. A disznóra a köményes pálinkából az áldomás. Köményes pálinka, ezt tudom, az esküvőmre ezt hittem Székelyföldön, Borszéken. Ez az igazi székely ital. Az Egyesült Államokban tilos felfogni a disznóvérét, így a vágás a magyarországi hagyományoktól eltérően a pörzsöléssel kezdődött. Miközben a férfiak odakint serénykedtek, az asszonyok kivették a sütőből a frissen sült kenyeret. Jól lesz kell. A konyhában lépni sem lehetett, mindenki a böllért követelte. Mérnök úr! Mérnök úr! Jó, reklamáljuk! Protestáljuk! Szabi! Azaz Bíró Szabolcsot, aki a disznóvágás kulisszatitkait még Székelyföldön leste el. Hol a főnök? Megy az óra, mérjük, nem akarsz fizetni! Ide! Akik ide kigonosodtak, és itten élik a mindennapjaikat, hallottam, hogy persze próbálkoznak, és maguk módján disznót vágnak, és disznótoros vacsora. Ő ajánlotta föl, hogy mivel eredeti szakmáját tekintve hentes, bemutatná a fiataloknak, akik esetleg még sose voltak disznóvágáson, vagy pedig szeretnének ebben részt venni, vagy tapasztalatuk van és segítenének, hogy megszervez egy ilyen eseményt. Már alakul a színen nagyon szépen. Magyarországon minden éven hagyományosan vágtunk egy disznót, úgynevezett malacot. A disznótoros vacsorára színültig megtelt a Fairfieldi református gyülekezet közösségi terme. Én is örömmel és szeretettel támogattam ezt az évszövetelt, és öröm látni, hogy mennyi hozzáértő magyar fiatal van itt ebben a teremben, és hát várjuk őket nem csak disznótoros alkalmakra, hanem istentisztelet és más egyéb kulturális alkalmakra is. Egy olyan korban élünk sajnos, amikor a 40 éves korosztály az Istentől elszokott, egy kicsit távol állunk az Úrtól, de örömteli dolog az, amikor New Yorkból is egy csoport kijön hozzánk, és valóban nem üzleti jelleggel adjuk ki a termet, hanem együtt lehetünk baráti testvéri közösségben. A rendezvényen több mint 70-en vettek részt. A disznóvágásra néhány amerikai is kíváncsi volt. Oh, I think it's a great... Nagyon tetszik, nagyon meglepődtem. Egész nap itt voltam. Rengeteg fogás készült. Nagyon jó volt, és ezt meg kéne ismételni sűrűbben. Tökéletesen sikerült, és egész vidám a társaság. Nagyon jó. A szervezők azt tervezik, a következő disznóvágást valakinek a farmján rendezik majd, hogy semmiben se térjenek el a magyarországi hagyományoktól. Isteni, ilyen finomat még nem ettem. Itt.